volt egy nagy szerencsém nekem, hogy kint voltam Amerikában 96-ban, és ott nagyon, nagyon bejött nekem, hogy amerre fordultam, country zene szólt, de még nagyobb Deli Zsolt barátom, aki rábeszélt arra, hogy könnyebb nekem az angol tanulnom a countryval. És akkor elkezdtem countryt hallgatni. Sőt, a Vandának, a lányomnak is ajánlottam, amikor tanulta, hogy egyszerű a nyelvezete, de én azért másképpen gondoltam. Tehát akkor is már írogattam verseket, és nem akartam olyan szöveget írni, hogy hazamentem, a kutyám meghalt, anyám ott sír a kapuba, a húgom integet, szépek a zöldek, a földek, és megpróbáltam ilyen érdekesebb szöveget, és erre kint is felfigyeltek. Szóval nagyon érdekes, hogy szegény Frank Ross meghalt már, aki az angol nyelvű lemezem mindig kérte a Póléktól, és akkor eladta itt-ott, és nekem hozta az eurót vagy a fontot éppen, amit kapott tőle. És egyszer ott voltam náluk, és mondja, hogy eladtam megint 20 lemezedet, de ott van a pénz, odaadtam mindenki. Kettő nem olyannak adtam, hogy nem fizetett, de mondom, miért adtad olyannak? Hát attól nem élik kérni. Van egy lovam, a londoni ügetőn fut, és akkor van egy páholyom, és ott van két ember, akivel közös páholyunk van, és azoknak adtam. Te mondom, az értenek a zenéhez egyáltalán? Hát nem tudom, egyik rossz szivárt, másik még el tudjon. És felhívott egy skót énekes, hogy neki azért tetszik ez a fajta country, amit csinálok, mert egészen mások a szövegek. Már ő akkor felfigyelt, hogy ne hagyd abba, csinál tovább. Csak 20 év ezelőtt még nem volt divat itt a country. Tehát bárhol próbálkoztunk, csinált a Kossuth Rádió, sőt, tehát a Bolba Lajos és a Juhász előtt csinált velem majdnem egy órás műsort a Kossuth Rádió. Az előd az oda volt érte, hogy de jó, de nem tudtam beférkőzni. És akkor mostanában egy kicsit megváltozott ez a dolog. Nem csak azért vagytok itt nyilvánvaló, mert ugye évekkel ezelőtt 5 bandának is engedélyt adta egy-két country dalon feldolgozására, és hát látszik nyilvánvaló a fellépésekből, ami látom a jogdíjból, ami jön, hogy ez azért elfogadott, egyre jobban elfogadott már. Mi lehet ennek a titka, hogy mondjuk, ahogy említett, 20 évvel ezelőtt talán annyira nem találta meg a közönségét, most viszont ebben a mai rohanó világban nyitottak az emberek a country felé? Hát Attila, nem tudom, de szerintem benne van az is, hogy egyre többen mennek nyugat fele, egyre többet hallgatnak country zenét, és érdekes, ugye az új dalok, most nem a pálinka dalra gondolok, mert az egyértelmű, az bármikor, bárhol megírhatod, vagy eljátszhatod, hanem van ott néhány nagyon komoly dalom az újak közül, és most ez 20 év elteltével kezdett ez divattá jönni. Meg hát ugye itt egyetlen nagy visszajelzőn van a Facebook, ahol konkrétan meg is írják, hogy hú, de jó, mit csinálj, mert azt hiszik, hogy új dalok ezek. Mert ugye sokan el sem olvassák, hogy 20 évvel ez nem az érdekes, oda az érdekes. De jó, sikerült ez. És hozzá mindig közel állt. Mindig csúfoltak, és írta egy száma, hát az olyan country is. Előtte azzal csúfoltak, hogy ugye Paul Beat-eztem én valamikor 70-es években. Ez olyan Paul Beat-es a dal. Egyszerű, közérthető, és ugye John Lennon mondta azt, hogy én olyan dalokat akarok írni, amit még az utcaseprők is fütyülnek. És ez tényleg úgy, hogy könnyen megegyezhető, ha jó a szöveg hozzá, akkor meg különösen. Mi ez az életérzés, amit te érzel, vagy éreztél a dalok megírásakor, és amit át szeretnél adni a hallgatóságnak? Én szerintem minden dalban van szenvedély, szabadság és életérzés. Ez a három kell. És mondhatja nekem, mondjuk nem szeretem a repet, de akár a repet, bármit nézünk, mindegyikben, abban hát főleg, mindegyikben van. Én megint csak ismételni tudom magam, hogy a könnyedség. Hát ti még lehet, hogy még nem értétek meg.
ezt egy szálgitár el lehet játszani ezeket a dolgokat, egy tábortűznél. És hát az én generációm, a nagy generáció hozzá volt szokva ezekhez a dolgokhoz, és gitár mindig kellett. És nem biztos, hogy... nagyon fontos az, hogy a countryt azt magyarul is értsék. Tehát szép meg jó dolog, hogy megtanulok itt angolul, de attól még nem érted a dalt. Sőt, hát nem akarok hivatkozni megint a barátaimra, hogy mondta, hogy nem érti, hogy megérti a dalt, nagyjából hozzáteszi, ami kell. De hát a magyarok vagyunk, és én dagaszkodom mindig a mind költőként, vagy újságíróként, bármit, én mindig a magyar szavak között éltem. Említetted ugye itt a felvétel előtt, ami gondolom nem titok, hogy 70 esztendős vagy. Leszek. Leszel, 70 esztendős leszel. Még azért van 40 napom, tudod? Ha visszatekintesz zenei szempontból erre a 7 évtizedre, vagy közel 7 évtizedre, hogyan foglalnád össze? Mi az, amit te megértél, mi az, amit kaptál a zenétől, és mi az, amit a zenéden keresztül szerinted átadtál az embereknek? Hát szerintem magamat úgy, hogy a zenében, hogy megismernek azon a téren is, de ezt nem akarom kiadni, hogy 30 évvel ezelőtt voltam olyan szerencsés, hogy Máté Péter nézte a dalszöveget, sokat is felléptem vele ilyen haknikon, és ő mondta nekem egyszer, hogy úgy írjál dalokat, hogy te írod a szöveget is. De mondom, te is es nagyja dolgozom. Már nem, már külön ír. És akkor jött, nem csak az üzlet miatt, mert az vagy egészében te. Zenében, mindenben. És nekem egy vágyam volt még a verses kötet, és hát remélem idén már ki lesz a második is. Most abban élem meg a mindennapjaimat, borzasztó sokat segített a pandémiában. Rengeteget, ugye? Én fejt vagyunk Fehértón, én egyedül élek kint, és legutóbb itt volt Vanda, a lányom mondta neki, de jó, hogy jöttél, 3 napja embert nem láttam. Nyáron ennek az ellentétje van. De hát azt mondom, hogy szerintem azt meg tudtam adni az embereknek, hogy ismerjék meg a belső énemet.